Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint az EVOSZ elnöke személyesen, Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének az elnöke. Pálinkás, jó reggelt, de nem igazából ám, mert hogyha fölmászik magasra, akkor nagyot lehet ám zuppálni, hogyha tényleg valami alkoholos dolgot iszik. Jó reggelt kívánok! A konyakos megy a maximum. Hát nehéz szakembereket találni, aztán ha már van szakember, akkor nehezen tudnak közlekedni a városba. Sok problémájuk van. Mit tesz ön azért, hogy ezek az emberek túléljék a jelenlegi helyzetet, és hogy minél többet tudjanak építeni is, ha lehet saját anyagból, és a nagyon fontos nemzetközi projektekbe is bekerüljön egy-két magyar malterkeverő. Szakemberek tekintetében van az a jó hírünk, hogy amíg 4 évvel ezelőtt összesen 9000-en tanultak építőipari szakmákat, jelenleg 16000-en tanulnak építőipari szakmákat, és ebből az első osztályosok száma az megemelkedett 6500 főre. Ezzel együtt kevés a jó szakember. Mi a biztosíték arra, hogy amikor már szakemberek lesznek, szerződésekkel köti őket ide, vagy röghöz köti őket, vagy büntetéseket ad nekik, ha világra mennek? Nagy a iskola befejezésével már a pályaelkezdők száma, ez bizony a 25-30%-ot is eléri. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak az iskola próbálja megszerettetni a szakmát a gyerekkel, hanem maguk a építőiparosok is. Ezért van többek között az EVOSZ-nak már ez a pályaorientációs programja is, ahol megkértük a cégeket, hogy a legszebb munkáikat készen vagy majdnem készen mutassák meg a 7-es, 8-os gyerekeknek és anyukának, hogy mennyire kreatív és nem olyan koszos munkahelyen kellenek a gyerekek. Tehát nagyon fontos a pályaorientáció, és hogy a szakma ott legyen a gyerekek mellett a tanulás ideje alatt is. Jelenleg az a legfrissebb adatunk, hogy 80 iskola és 40 vállalkozás már jelentkezett erre úgynevezett pályaorientációs építőipari programra. Persze, ma az építőipari dolgozók elegáns munkaruhákban vannak, védőfelszerelésekkel, feltételezem, hogy nem zuhognak le az állványokról. Vajon a nemzetközi bérmunkát itt végző dolgozók is ugyanúgy kötelezve vannak ezekre a védőfelszerelések használatára? Jogszabályilag mindenki kötelezve van, aztán nagyon nagy a szóródás. Azt tapasztaljuk, hogy a külföldiek foglalkoztatásánál, különösen ha külföldi vállalkozás foglalkoztatja őket, olyan különösebb gondot nem fordítanak erre. Tisztelet a kivételnek, de azért, hogy milyen munkaruhában vannak, mennyi időben vannak foglalkoztatva, és éppenséggel hol alszanak, vagy mennyi adót fizetnek utánuk, ez elég homályos. De hát ezért van a munkafelügyelet, nem? Van, többféle hatóság van. Én hiányolom az ellenőrzéseknek a mélységét, precizitását és az erről való tájékoztatást. Vannak szakmák, például pilóták, orvosok, ahol amikor munkába sietnek, akkor például megnézik az alkoholszintjüket. Vajon az építőiparban, ahol napjainkban ez egy veszélyes munkahely, a külföldi munkásokon is elvégeztetik ezeket az ellenőrzéseket? Nekem erről nincsen információm, tehát ezért mondom, hogy egy precíz ellenőrzésre lenne szükség, tehát nem a kormányhivataloknál lévő papírokból lehet jól ellenőrizni, hanem úgy, ahogy minket Németországban ellenőriznek, kimennek a helyszínre, megszondázzák, megnézik a munkaruháját, megnézik a nyilvántartást, hogy mennyit volt foglalkoztatva, és még azt is megnézik a könyvelőknél, hogy hogyan történik a adófizetés. Hát ez nem egyszerű. Veszélyes jelen pillanatban, ami történik, vagy hisztérikusan állunk a dologhoz, és nem is olyan veszélyes?
egy kedvezőtlen folyamat, tehát teljesen egyértelmű, hogy mivel a külföldi befektetőnek jelenleg Magyarországon nincs olyan kötelezettsége, hogy az építéssel együttjáró befektetésénél legalább 50-60%-ban hazai erőforrást, embert, anyagot használjon, ezért arra törekszik, hogy hát minél olcsóbban és a megszokott kapcsolatrendszeréből hozza ezeket az embereket, vagy ezeket az anyagokat is, és az magyar építőipar sokkal nagyobb mértékben kiszorul ezekből a munkákból, mint amennyire el tudná végezni. Tehát ez egyértelmű jelenség. Vannak fecskék, akik bizonyos dolgokat magyar cégként megépíthetnek ezeken a munkákon, de nem ez a jellemző. Na most az a kérdés, hogyha mondjuk én egy kínai befektető vagyok, és azt mondom, hogy hát úgy fel, hogy minden kelléket, és amire szükségem van itt a helyszínen, vásárolok meg, és nem cipelem a világ másik végéről. Meg tudom kapni azt a minőséget, amit például Németország, Ausztria, Finnország kínál? Természetesen. Már az is egy előbbre mutató dolog lenne, hogyha az Európai Unióból vásárolna, most konkrétan kínai befektetőt említettél, nem ez a jellemző. Tehát még csak nem is az a jellemző, hogy az Unióból vásárolna, az a jellemző, hogy hozza magával. Tehát a távol-keleti, a török befektető, amit csak lehet otthonról hoz. Ez csak a gazdasági érdekek miatt, vagy a termék ismerete és gyakorlata miatt? Gazdasági megfontolás van az élen, de második helyen a szokás, a megszokott kapcsolatrendszer, beszállítói rendszer, úgy gondolják, hogy ez kisebb kockázatot jelent. A megrendelő nem kötheti ki, hogy de én abból a téglából akarok, olyan cementet akarok, mert azért ez nem ő minden. A megrendelő, tehát a befektető a megrendelő, és ilyeneket nem köt ki, de a magyar állam, aki hát nagyon méltányos kedvezményeket ad, adókedvezményben, területmegszerzésben, minden egyéb dologban is, ő kiköthetné, viszont talán nem olyan erős a tárgyalási pozíciója a külgazdasági miniszterünknek, hogy ezeket a kikötéseket megtegye, nem tudjuk, hogy miért nem teszi meg. A külgazdasági miniszter tárgyal erről, és nem igen. Az építési és közlekedési miniszter? Sajnos nem, hanem ugye ez külföldi befektetés, külgazdasági, külkereskedési ügy, és jelen pillanatban a külgazdasági miniszternél van. Segítsen nekünk, most belekontárkodunk, hogy például egy cementnek a minősége mi mindent okozhat. Szerte a világon, például a Közel-Keleten, már Izraelbe is, olyan épületeket építenek, ami ha földrengés van, na nem a világ vége, akkor rugalmasan, tehát maximálisan jó minőségű anyagokat tesznek bele. Igen, tehát az előírások nem azért vannak, mert valaki elfontoskodta magát, hanem nyilván azért vannak, hogy az épületnek a tartósága, állaga, minősége az 100 évre elegendő legyen, és akár földrengéseket kibírjon, vagy nagyon erős viharokat kibírjon különösebb sérülés nélkül. Be kellene tartani ezeket az előírásokat, nekünk csak az a sejtésünk az EVOSZ-on belül, nem látjuk, hogy be van-e tartva, ellenőrizve van-e, jó lenne látni tiszta. Megpróbálok országokat nem emlegetni. Egy ország, ami nem tagja az Európai Uniónak, de már nagyon régen szeretne az lenni, nem is olyan nagyon régen ott földrengések voltak. Igen. És ennek az országnak az egyik profilja, hogy külföldön is építkeznek. Na most milyen következtetést tud egy laikus levonni, ha már otthon összedőlnek az épületei, vajon milyen épületeket fog nekünk itt építeni? Az első annélkül, hogy említenénk, hogy megkíméljük magunkat mindenféle bírósági cikk. Ugye azzal nyugtatjuk magunkat, és az első gondolatunk az, hogy bizonyára itt Magyarországon ezt nem teheti meg, mert ilyen-olyan az előírás és az ellenőrzés, tehát ez az, amit az EVOSZ részéről is állandóan mondunk és szorgalmazunk, hogy lehet, hogy otthon előfordult, és ott is nagyon sokféle felelős lehet, mert hogy volt megtervezve, vagy hogy van kivitelezve, vagy mit kért a megrendelő. Tehát nagyon tehát a megrendelő, bonyolult lehet. A megrendelőnek gondolom vannak játékszabályok, amit be kell tartani. Mindenkinek van, ugye ezért fontos az ellenőrzés, hogy Magyarországon is megvannak a játékszabályok, és ezek a játékszabályok be vannak-e tartva, vagy sem.
mennyire vannak betartva? Véleményünk szerint nincs olyan mértékben betartva, mint ami a hazai tulajdonú vagy az uniós piacon mozgó itteni vállalkozók számára előírás, gyakorlat, kialakult építési kultúra. Most már búcsúzom Öntől, mert lejárt a beszélgetésre szánt időnk, viszont szeretettel visszavárjuk, és elkezdünk ezzel foglalkozni, mert egyre nagyobb az érdeklődés, sok-sok e-mailt kapunk, hogy Önt szeretnék látni, és egész kérdéslistánk van már, úgyhogy köszönöm szépen a mostani meghívást is, és örömmel jövünk, hogy meg tudjuk nyugtatni nézőinket, hisz egyenesen hisztérikus állapotban vannak már egy egyszerű vonatcsintől is. Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, Kolyi Lászlót, az Évosz elnökét látták és hallották, és akkor már is itt van a rezsibiztos, Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a miniszterelnök főtanácsadója. Sok minden kiderül, bízom benne. Tartsanak velünk!